akik a Budapestben kapjának a kommunikációjával foglalkoznak, jelen nem egy személyben, hanem ugyanaz egy CSR tanácsadóként segítem a kommunikációs ügynökség munkáját, és mint ahogy az előbb elmondom, hogy én nagyon-nagyon sokat segítem az egész napnak a szakmai etapjait összerakni, tehát abban a koncepcióban, amiben ezt a kérek használhat, én ilyen képzeltem el, és amilyen nagyon személyes építetésem, és nagyon boldog vagyok, hogy miért itt tartok az asztalnál, hogy van egy nagyon személyes élményem, és most nem is tudom, hogy elmerek mondani mindenkit, hogy nekem volt decemberben egy elég komoly ügyesztőt tétem, és én nagyon sok egy úgyhogy van akciókártyám, fizetem a TV-t, nagyon-nagyon hosszú ideig engem így dobáltak ebben a rendszerben oda, hiszen azt mondta az én orvosom, hogy ő alapvetően magánorvos, őt most már Bilicsbe merve fogják elvinni, hogyha ő ebben segít nekem, hogy egy kórházban megcsinálja ezt a műtétet. És nagyon sok időt tett el, összesen talán 4 hónap, amíg még ő talált valakit, aki azt mondta, hogy jó, hát ő akkor elvégzi ezt a műtétet, de ilyen elképesztő megaláztatásokon kellett keresztül menni, és aztán jött a Budapestben Mafia, és közvetett egy csomó szervezet, aki megmutatta nekem, hogy hát, hogyha nekem ilyen nehéz, akkor milyen lehet annak, akinek egyébként semmi TB-kártyája, lakcímkártyája, semmilyen kötődése nincsen, és ezt csak nagyon röviden gondoltam elmondani, én nagyon szeretném, hogy bemutatkoznátok így egyesével, lehet, hogy Levivel kezdtem, mert hogy egy kicsit ilyen vakuktojásnak tűnik itt ebben a női közegben. Megteszem, hogy eltérted, és itt vannak ezek a mikrofonok, én megtartom a sajátomat magamnak. És ez szóval, hogy engem Bicske életetének hívnak, tulajdonképpen én is Budapest Bike Mafiás vagyok, nekem van magánprojektjeim, illetve Budapest Bike-os projektjeim, és akkor ebből, ami az apropója, meg hogy itt ülök, hogy ezt a műgyászati rendelőt, ami épült, annak az alapötletét az, hogy ez megvalósuljon, nem az, hogy ez legyen, mert ez egy nagyon régi igény volt, hanem az, hogy ez létre is jöjjön, annak gyakorlatilag én mondhatjuk, hogy én voltam a katalizátora, tehát hogy én kezdtem el azzal, hogy ilyen foglalkozni, hogy közel egy évvel keresztül, hogy ez létrejöjjön és megvalósuljon. Tehát valószínűleg most azért ülök itt, mert a női kérdés kapcsán én majd gondolom erről fogok beszélni. Egyébként Bike Mafiás vagyok is. Sziasztok, én Serpőző Adikó vagyok, az Emba Egyesület munkatársa, pszichológusként a szakmai továbbirányítással és a képzésekkel foglalkozom főleg. Nagyon megindított, amit mondtál, mert pont az a tapasztalat, hogy a nőként bekerülni az egészségügybe, akár a gyógyászatok erre szolicitálgám, nem hogy nem ad esélyt a gyógyulásra, meg inkább kitesz annak volt traumatizáló. Úgyhogy remélem, hogy ez egy beszélgetés lesz, és köszönöm, hogy köszönöm. Hello, sziasztok! Én Nográdi Noá vagyok, és a Patent Egyesületet képviselem most itt, de amúgy a Nanénak is tagja vagyok. A patent az elsősorban jogi tanácsadást biztosít, jogsegélyt biztosít erőszakban érintett nőknek, sokszor gyerekeknek is, de az utóbbi időben egyre többet foglalkozom is ezekkel az úgynevezett szexuális és reproduktív jogokkal, főleg ennek a fogamzásgátlásos, abortuszos, sürgősségi fogamzásgátlásos oldalában, mert ez nem a csodálatosan lefelé a szüléses oldalán. Ja, és Alinnáról a beszélgetésre közé. Sziasztok, én Domani Panka vagyok, a Zöld Övezet Egyesülettől. Talán egy picit kilóg ez a környezetvédelmi egyesület, de az egyesületben 95%-a nő a munka, illetve van egy nagyon fontos új programunk, a Tudatos Intim Higiénia, ami igencsak érinti a nőket, és itt a környezetvédelmi oldalával próbáljuk megfogni, de emellett van gazdaság és egészségügyi hatás és az újra használható termékeknek, szóval ez a legújabb programunk, és szerintem ez nagyon érdekes, és szeretném minél több figyelmet szentelni ennek. Ennek a projektnek én vagyok a vezetője, és ezért is vagyok én most itt veled, és nagyon örülök, hogy köszönöm. Sziasztok, én Fehér Borotka vagyok, és a DMSZ-től jöttem, ami a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit akar, ez a Főváros Hajléktalan Ellátó Szervezete. Hát én ilyen minőségben nem civil vagyok, viszont nagyon civilek vagyok, mert együttünk a DVM-mel és Leventével, és a nőgyógyászati rendelőben fogjuk működtetni, hogy egyszerűen is. Sziasztok, én Stáncál Adél vagyok, a Alapítvány igazgatója. Mi Budapesten működtetünk egy női éjjelmenedékhelyet, ami egy alacsony küszöbű szolgáltatás, illetve egy nem férőhelyes családok átmeneti
otthonák, és szerintem az első között voltunk, hogy elkezdtünk kommunikálni a női intim higiéniával kapcsolatos szegénységről, ennek a hatásairól, meg a nehézségeiről. Úgyhogy én is várom, hogy mire jutunk mellesen. Köszönöm szépen. Én lehet, hogy bele is vették a közepébe, illetve hogy én annál kezdtem, hogy nagyon-nagyon láthatatlan nekem, hogy azok a nők, akik kint vannak az utcán, és nincsen semmilyen hivatalos lakcímük kötődésük semmiük, vajon miként bánnak velük, illetve hogy néz az ki, hogy bemegy egy rendelőbe, és mondjuk tegyük fel, hogy ő terhes, tehát hogy már aranyos, és szeretne valamilyen ellátást kapni, vajon hogyan kezelik őt, és hogy mit gondoltok, hogy egyáltalán nektek hogyan jött ez az ötlet, hogy nyilván valamilyen ottan, aki ottan ez a fejedben annak idején, hogy ez nálad született, hogy ez az ötlet nagyon-nagyon régen, hogy mit miatt elő ilyenből, tehát hogy bánnak azokkal a dolgokat. A magam részéről én arról tudok nyilatkozni, hogy az ötlet hogy pattant ki, pont az ilyen problémák. Ez egy magánbeszélgetés volt 2020 végén, egy családok átmeneti otthonában Rákosszegbe, az ottani főnök asszonnyal, kivel egyébként a stábbal is vele arról beszélgetünk, hogy mik a legnagyobb hiányosság. És akkor ő mondta azt, hogy itt is lakik nálunk 149 ember, és a legkellemetlenebb része az, hogy egyáltalán nincs valami, hogy azt hozzá menni, lakcímkártya hiány, illetve a megaláztatás, tehát az mindig egy plusz ember volt náluk is, hogy valakinek el kellett kísérni a hölgyeket, hogy egyáltalán legyen messzebe menni, vagy megkímélni a ilyen kellemetlen tényezőktől őket. Hogy egyébként a nőkkel mi történik ott, azt inkább mondják el a szakemberek. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas, hogy az EMBA Egyesületnek lehetősége nyílt arra, hogy a szociális munkások számára képzést indítson be a BMS helyi szárnyai alatt, és ennek a képzésnek pont az a célja, hogy egy traumatudatos ellátás fogadja a nőket, akik így az utcáról bekerülnek a nőgyógyászati rendelőbe, ami egyenlőre a várandós gondozás még nem fog tudni megvalósulni, de a távlati tervek között ez is szerepel, és ami nagyon izgalmasnak teszi a projektet, az talán pont az, hogy valójában ez a traumatudatos ellátás, ez hiányzik a bárki számára, minden nő számára elérhető ellátórendszerből is, mert tudjuk, hogy a szülészeti erőszak egyik legmeghatározóbb eleme pont a tiszteletteljes bánásmód hiánya, az elavult beavatkozások megléte és a protokoll hiánya mellett, tehát hogy nagyon sok sebből érzik a rendszer, de ezeknek egy része úgymond egy lelki területről fakad, és hogy a képzésben is ezt próbáltunk megcélozni, hogy egy olyan kapcsolódás lehessen létre a segítő szakember és az ügyfél között, ami távolságok helyett közelebb viszi őket egymáshoz, és ez lehet az alapja annak, hogy ezek a sokszor súlyosan traumatizált nők, akik az utcán kénytelenek élni, ők érzelmileg és fizikailag biztonságban érezik magukat, és így tudnak fizikailag is túlulni, és így tudnak lehetővé azt, hogy elmeséljék akár történetüket, ami az Egyesület, az EMBA Egyesület számára egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a mi történetek hallhatóvá váljanak, és legyen is hallgatósági. Hát azt mondod, hogy egyébként ennek a lelkileg történetével is nagyon sokat kell és fontos foglalkozni, mert hogy ez mindennek az alapja, hogy ők hogyan érik meg ezeket a traumatizáltságokat. Ugye? Igen, abszolút ez nagyon fontos szempont, tehát hogy ezek a traumák általában egy kapcsolatban alakulnak ki, ott történnek meg, és ebben csak egy kapcsolatban képesek gyógyulni. És a lelki oldal figyelme kihagyása az újabb terheket rak a nőre, bagatelizálja az addig megtörténteket, és egyszerűen nem tudhat a gyógyulásnak. Tehát lehet, hogy fizikailag minden rendben megy, a medikalizált modell szempontjai szerint minden rendben gyógyult, de már nincs figyelem arra, hogy tiszteletteljes válláspontban részesüljön, vagy érzelmileg biztonságos legyen számára a környezet, az újabb sérüléseket hozhat tulajdonképpen a nőt is. Még egy-két ilyen szempontot bevetnék, amit egyébként feltudom csak a miénket, vagy nem tudom, csak abban tetszem, hogy én sokat kommunikáltunk, meg kommunikálunk most is a Józán Babák Egyesülettel például, ahonnan szerintem egy tök fontos szempont az, hogy azok a nők, amikről most beszélgetünk, akik az utcára kényszerülnek, vagy mély szegénységben vannak, nagyon gyakran prostitúcióban is érintettek, tehát ebből a szempontból egyfajta fokozott veszélynek vannak kitéve, nem csak a terhesség kapcsán, hanem nagy nevegység tekintetében, vagy akár szárhasználat kombinációi mindenféle ilyen produktív helyzetekkel. És szerintem, ami egy ilyen tök fontos szempont, az a kiszolgáltatottságnak a megértése, hogy
hogy minden nő kiszolgáltatott, amikor bármilyen nőgyászati ellátásra szorul, vagy olyat kap, vagy igazából csinálják vele az ellátást, és egy ilyen teljesen tehetetlen helyzetbe szoktam magát érezni akkor is, hogyha nem különösebben hátrányos helyzetű, de ez a kiszolgáltatottság még inkább fokozódik ezeknek a nőknek az esetében, mert ráadásul nagyon gyakran olyan szóhasználatokkal találkoznak, amiket egyáltalán nem értenek. Egyébként bármilyen laikusnak nehéz egy csomószor megérteni azt, hogy az orvos mit beszél, de valakinek, aki egy hátrányosabb helyzetből jön, nincs akkor a szókincse, mondjuk nem annyira automatikus neki az írás-olvasás, annak meg ez egy még különösebben kitett helyzet. Van még valaki, akinek van tapasztalata? Ó, akkor megyünk sorba. Nem ennél szerettem volna még azt hozzátenni, hogy a Zsuzsinak, aki a Csáóban a vezető, aki vele ezeket a gondolatokat kitalálták, és tök jó, hogy már megelőzően csináltunk egy szükségletfelmérést, amiben 300 hajléktalan nő vett részt. Szerintem 20-an voltak a Csáóban anyukák, és akkor a többiek pedig hajléktalan ellátó intézményeiben jöttek, akár nappali melegedőben, akár pedig szállásmunkai intézményben. És különböző kérdéseket kérdeztünk, hogy milyen szükségleteik vannak, hogy általában mennyivel égettek a szállásra, milyen van szükségük egy szállásra, milyen problémáik vannak a nőknek a szállásokban, a melegedőben, illetve az egészségügyi állapotukra is rákérdeztünk, és akkor ebből a felmérésből derült ki a számunkra, hogy csak minden harmadik nő volt az azt megelőző két évben, hogy gyógyászat egyáltalán, és minden idősebb emberek, annál kevésbé valószínű, hogy elmentek, hogy gyógyászat tudja a legszülés, amit előtt a mammográfián voltak, és egyébként ilyen általános orvosi problémákról is azt mondták, hogy vannak olyan hajai, amiben nem lennek orvoshoz, tehát minden alatt bizalmatlanság vagy hozzáférhetetlenség a rendszerben. És mindez úgy, hogy a hajléktalan ellátásban 24 órás háziorvosi rendelés van, tehát hogy nem kell elmenni a normál esztétikába, hanem egy ilyen biztonságosabb közegben, vagy szegregáltabb közegben, de olyan helyre mehetnek, ahol a tajkártya nélkül is fogadják őket. És akkor a másik kiinduló pontunk az pedig az volt, hogy volt egy olyan Erasmus projektünk, amiben 8 különböző hajléktalan ellátó szervezettel működtünk együtt Európában, akiknek mind van valamilyen női programjuk, és oda egy külső meghívottként eljött egy doktornő, aki Marseille-ben egy utcai ellátást végzett, a utcán élő nőkhöz járt ki, többségük menekült vagy bevándorló hátterű, de mindenki az utcán él, és ott vizsgálta őket egy mentőautós settingben, de neki a rendes állás az egy kórház volt. És az volt a különleges ebben, hogy nem csak hogy az ellátást kivitte az utcára, hanem azt tudta mondani ott a betegeknek, akik hozzáfordultak, hogy csütörtökön jöjjön be hozzám a kórházba, mert ezt meg kell vizsgálni. Tehát úgy volt egy ilyen folytonosság, ami jó volt, mert az egy női orvos volt ott, és kimutottan csak őket fogadott. Ez teljesen jó, egyébként, mint mondtam, hogy van egy nagyon nagy lányom, aki 17 éves, és ő kitalálta, hogy nem ő találta ki, hanem hogy itt van az ideje, hogy most már menne, jó lenne, hogyha egy ilyen orvoshoz, és ő kizárólag, tehát hogy ez mondja, hogy kizárólag őhöz szeretne menni. Van egy ilyen nagyon fontos dolog ebben az első élményben, hogy hát szerintem nem véletlen, hogy az hölgyek is ezt fontos szempontból gondolják. Igen? Nem csak én gondolat, hogy egy mentőautós történet, ez elvileg most meg fog tudni valósulni. Egy következő, most nem akarok levonni. De egyébként pont ezt szerettem volna tudni, hogy a következő, hol tartunk most? Tehát, hogy... Ugye mentőautót vett a BBM 4-et a munkára. Még van lehetőség, és elvileg ez most egy olyan probléma, amit nem biztos, hogy meg kéne lenni, de hogy vette a Vágó fia egy mozgó mentőautót, pont ilyen mozgó szűrő is egy vizsgációjából. Ez most megint nincs messze, mint hallottam már szépen. De erről nem tudom. Nekem csak az jutott eszembe, hogy ez az valami fontos, hogy ezeknek a nőknek, akikkel mondjuk mi dolgozunk az egyenlőnék helyen, nagyon megváltozott a saját testükhöz való viszonya. És tulajdonképpen az életük során mindannyian elszenvedtek valamiféle bántalmazást, tehát a politraumatizálta, és ezt azért lehet tudni, hogy ezek a nőgyógyászati, szülészeti ellátás során ezek hogyan tudnak hatni egy ilyen vizsgálati helyzetre, amivel egyáltalán nem számol most a rendszer, ha eljutnak valaha, illetve hogy nagyon nem csak az, hogy nem értik, amit mondanak, hanem jó maguk is nagyon rosszul kommunikálni, nagyon alacsony stresszű tűrőképességük,
és hogy a normál egészségügyi rendszer, ha eljutnak oda, nem is tolerálja ezt, nem tudom, hogy mit kell kezdeni. Tehát igazából ez is nehezíti az hozzájutásokat a szolgáltatásokhoz. Köszönöm szépen. Levi, elmondott, hogy egyébként voltak most az a DMSZK-val közös projekt, ami ugye ezt a kérem belül, nem a mentőautó. Vagy meg mondjátok el Igen, hogy ugye ez több fejezetből áll össze, ugye egyszer ki lett találva maga az ötlet, aztán volt pont a Covid közepén hosszú Zoom meeting és egyeztetés, hogy egyetlen hol legyen. Akkor sikerült találni erre megfelelő helyet a Dózsa György úton, ahol a Pogány is dolgozik, és akkor hát akkor legyen meg a helyszín, akkor nézzük meg, hogy pontosan mire van szükségünk, de erre nincs pénz, tehát ebben ilyen közösségi finanszírozás szükséges. Az nagyon jól sikerült, sokkal jobb, amit vártam, és akkor a következő stádium az volt, hogy meg kell építeni a falakat, meg kell teremteni bele eszközöket, felszereléseket és mi egyebeket meg kell vásárolni. Az volt az eredeti terv a megépítésre, hogy nőnapra, március 8-ra legyen kész, kész is lett. Tehát 7-én átadtuk, mert 8-án nőnapra ünnepség volt a Dózsa György úton. Gyakorlatilag a rendelő abból a szempontból, hogy a felszereltsége és a kialakítása az másnaptól előtte volna azt, hogy megfogadja a betegeket, de itt van még olyan eszközigényel, amiket szerezdének, főképpen az utolsó berendezés, ami a General Electricről jön, és hogy különböző szállítási megkötői nehézségek kapcsán ez a sokhatás csúszást eredményezett, és amikor minden az élén áll, az orvos, az asszisztens, a gép, a berendezés, a szervezésben minden, akkor van az engedélyeztetési folyamat. Tehát hogy az a része, amit a Bajkoffiának, vagy nekem, vagy nekünk kellett csinálni, az készen van, és akkor most jön a bürokratikus része, arra meg volt tud beszélni, hogy hol tart, mert ő jobban napra készen van itt. Ezt nekünk egy picit beszélek, igen. Még egy ilyen különlegesség ennek a programnak, hogy a projektmenedzser, aki a veletfejék is együtt dolgoztak, egy szociális munkás végzettségű fiatalember, aki nagyon érzékeny a női témák iránt, viszont egészségügyi program beindításában nincs nagy tapasztalata. És hogy ő is megdöbbentődne, hogy nem bárkodtató van például az ultrahang készüléknek, tehát azt gondolnánk így laikusok, hogy az ember felmegy az internetre, rendel egy készüléket és egy hét múlva hozzánk, de hát ez nem így van, hanem így vagy ott vannak múlva hozzánk, de akkor csigákra kötni. Hát most már ott vagy elindult onnan, ahonnan meg van rendelve, és akkor lehet az engedélyt megkérni, amikor itt pöcköbe van rendezve a rendelő. Tehát először ott kell lenni, hogy amikor már megkértük az engedélyt, akkor ha kijön a vizsgáló bizottság, akkor lássa, hogy minden ott van a polcokon, tehát így csak be kell fekülni a betegnek. A szakma is felfelt, és megkezdődtek a képzések, a patentnek az egyik ilyen külső patenthez, vagy független minőségben, de minden esetre egy ilyen szövetséges, az, aki az a képzést csinálja az egészségügyi tímnek, és az ember az, aki pedig a szociális munkásságban segít abban, hogy hogyan lehet ezekről a dolgokról beszélgetni a főkkel. Tehát a DMSZK-nek is hajléktan ellenek intézményben, nagyon rutinos szociális munkások vannak, akik jól tudnak arról beszélgetni, hogy hova fog majd költözni minden, hogyan lesz önnek munkája, esetleg mit gyászfeldolgozás, vagy hogy van az ön lelke, de az, hogy van az ön női egészség, ez nem szokott a beszélgetéseink része lenni. És egyáltalán arra kell megtanítani a kollégákat, hogy hogyan lehet ilyen témákról beszélgetni, vagy mi legyen ott a fejünkben akkor, amikor tudjuk, hogy majd ilyen témákról fogunk beszélgetni, hogy milyen reakciók lehetnek, egyáltalán tudjuk, hogy miről fogunk beszélni. És akkor ez a képzés megvolt, egyébként beadtuk a kormányzatot az egyeseteket, és azt reméljük, hogy jövőre sokkal nagyobb arányban tudunk képezni. És nem csak saját dolgozóinkat szeretnénk, hanem fővárosi, illetve vidéki hajléktalan ellátóintézményeket is, hogy még ha nincs is saját meggyógyászati rendelőt, ami Miskolcon nyilván nem hozzánk fog jönni valaki, de hogy legalább tudjanak ezekről a kérdésekről beszélgetni, és az is sokkal tud segíteni egy sima SZTK-s rendelőben, ha valaki elkísérje azt a Köszönöm. Csak egy gyors visszacsatolás, gondoltam Adélre meg Anikóra is így a dolognak azt a vetületét tekintve, hogy ezeknek a nőknek egy nagy része traumatizált, erőszakban épített ember, és csak sztorizni akartam egy kicsit ezzel kapcsolatban, hogy közben így tudom, hogy biztos vannak lajosok is, akik itt ülnek, akiknek így fasznos érteni, hogy miről van szó, vagy ez miért fontos. Például most az EMMA egyesületre összefogva, a Patent és az EMMA elkezdett mindenféle szolgáltatásokat megszervezni menekülőknek, akiknek egyébként egy nagyon nagy része hasonló háttérből jön, mint azok a kiszolgáltatott emberek, akik egyébként is vannak Magyarországon, és elkezdtünk partnereket keresni az egészségügyben arra, hogyha valakinek
közvetlenül nem erőszakot követően érkezik meg az országba, legyen ellátása, kapjon sürgősségtablettát, kapjon vizsgálatot, hogyha terhesség megszakításra van szüksége, vagy szülőzik, hogy ezt ellátásra azt meg tudja kapni, és akkor ezzel kezdünk keresgélni partnereket, főleg a magánegészségügyi szektorban. És először azzal találkoztunk, hogy több ilyen szolgáltató is nagyon megijedt, hogy ő mit fog csinálni ezekkel az erőszak túlélőkkel, mert ők nem tudják, hogy lehet beszélni egy ilyen emberrel, hogyan viszonyuljon hozzá, és ez csak azért volt ilyen különösen durva, mert ugye tudjuk, hogy Magyarországon még szerénybeslések szerint is minden negyedik nő elszenvedett már valamilyen fajta, vagy párkapcsolatú belül fizikai erőszakot, vagy szexuális erőszakot. Tehát az ő praxisukban már minden negyedik személy, aki megfordul, ő neki van ilyen háttere és ilyen élménye, de hogy semmilyen felkészítést nem kapnak arra, hogy hogyan kell kommunikálni, hogyan kell segíteni, vagy ellátni azokat, akiknek ilyen traumai élményeik vannak, és hogy így meg tudnak ijedni attól, hogy nekik találkozik el ilyen emberekkel, ott már biztos találkoztak nagyon sok ilyen emberrel. Ez csak ilyen kis színes sztoriként akartam mondani. Nagyon köszi, hogy ezt elmondtad. Egy nagyon picit visszakapcsolódnék oda, amit mondtál, hogy nálatok is volt egy fiatalember, aki egyébként nagyon érzékeny az ilyen női témákért, nagyon fogékony, és itt a Levi is, és úgy gondoltam még a legelején, hogy azzal fogom érni ezt a beszélgetést, hogy nőügyekkel nem foglalkozunk, de nem kezdek el itt ilyen politikai, meg minden egyéb ilyen feminista hangzatos szólamokat hangoztatni. Nagyon hosszú lenne, szerintem lehet, hogy itt ülnék estig, és ott ül kint, majd a sörök közben, hogyha kint ennek vége, nagyon szívesen folytatom. Hát tényleg, te levítem nálad, ez így hogy jött, hogy van ilyen nézőben a randébben? Vagy ezt mindenképpen meg kell tudni, tehát hogy te vagy itt egyedül, hogy lehet, hogy te lettél az áldozat. Ez így nagyon jól hangzik, és én már mindjárt szenti javadnak, de hogy igazándiból egy gyerek család sztoriban vagyok igazán bekötve, és hogy ez a női kérdés, ez annak kapcsán merült föl, hogy a Zsuzsával, abban a csávon, amikor erről beszélgettünk, akkor az volt egy olyan projekt, amikor így aztán én úgy választó feladatot, hogy gyomorból. És amikor ezt meghallottam, úgy gondoltam, hogy akkor ezt nem csináltam senki, hanem saját. És így kapcsolódunk, tehát hogy nekem nincs specifikusan, hogy nem csak női kérdéssel, hanem én csávokkal, gyermekotthonnal, vidéki, elvadult régióban élőkkel, meg főleg családokkal, ifjekekkel foglalkozom. A következő kérdésem az pont ehhez kapcsolóban talán fontos dolog, hogy én azt látom, hogy nagyon sokan vagyunk itt is, kint is, és eddig az eddigi asztaloknál is nagyon sok volt a nő. És hogy a segítő szakmában én eddig azt gondoltam, és tényleg vannak kivételek, tisztázó kivételeknek, hogy szinte csak nők vannak, és hogy vajon mi lehet ennek az oka. És egyébként magam tőled is kérdezném azt, hogy nálatok ezt hogy oldódik meg, hogy ti csináltok egy szervezetet, anyák vagytok, nők vagytok, van egy küldetésetek, és ezt hogyan tudjátok összeegyeztetni egyébként hétköznapi feladataitokkal, és aztán mindenki megfogyanázik. Szerintem a válasz az, hogy miért vannak nők, ez hát lehet, hogy nem igaz, de talán a fizetés miatt nyilvánvalóan a civil szervezetben nem a fizetésért menne valaki dolgozni, és azt hiszem, hogy valahogy mi legalábbis az a tapasztalatunk, hogy egy férfinak nem tudunk annyi fizetést adni állandó munkára, és ez ilyen egyszerű, hogy általában nagyobb a fizetés igénye egy férfinak, de ez egy multinális lehet. Szerintem ez az egyik oka. A másik az, hogy nálunk az elnökeink, három elnökünk van, mindannyian nők, és 8 gyerekkel vagyunk így a csapatban, tehát hogy 8 gyerekük van, és ez nem okoz problémát, picit rugalmasabb a munkaidő, tehát reggel 6-tól éjfélig tart, meg hétvégén is, de hát ez nem probléma. Ami érdekes viszont, hogy a szervezetünk egyáltalán nem azért a tudatos intim higiénián kívül, meg az ökotételő programunkon kívül nem egy női beállítottságú programjaink vannak, mert a rendezvény zöldítés, meg a segédkezek program tőkemet fizikai munkát igényel. Viszont azt látjuk, hogy olyan vagáncsajok csatlakoznak hozzánk, hogy segít, nem riaszt vissza ezzel a fizikai munka is. Szóval néha azt érezzük, hogy hamarabb jön oda egy lány, és fogja meg a kukát, és viszi arrébb,
mint egy srác. Hogy ez miért van, ezt nem tudom pontosan, de az önkéntesekeink között azért vannak férfiak is, szóval ez senki ne érezze azt, hogy egy ilyen feminista civil szervezet vagyunk, egyszerűen csak így alakul. De szerencsére van egy Bálintunk, aki aktív tagja ennek a női közösségnek, és ő is nagyon érzékeny a nőkre, kénytelen is, hiszen egy nővel dolgozik együtt, de szerintem ez nagyon jól működik szerencsére. Egyébként én azt látom, hogy nem csak a női témák, hanem hogy általában a segítő szakmában sokan nő, tehát csak a Vibe Mafiát, hogyha megnézem, én akkor belülök egy ilyen csapat megbeszélés című Zoom meetingre, ott csak női fejek vannak folyamatosan, és hogy lehet, hogy akkor nincs igaza, mondjátok, hogyha nincs, mert ti mit tapasztaltok, és hogy ennek van-e valami oka, vagy háttere, vagy mi gondoltok? Ez hogy van? Én azért kapuk tojásként jövök, tehát az EMSZ-re, mint hajléktalanát, a szervezet, nálunk lakó embereknek kétharmada férfi, kb. Kétharmada férfi, és a munkavállalóinknak is több, mint a fele férfi. A felső vezetés szinte kizárólag férfi, neked főnökeim vannak, tehát vannak férfiak is a segítő szakmában, egyébként a sima vezető pozícióban, nem csak vezető pozícióban. Én ezen a nőgyógyászati projekten a Tamás Magyar kollégámmal dolgozom, akiket már többször beszéltünk. Tamás nagyon kényelmetlenül érzi magát akkor, amikor a nőgyógyászati rendelő arcaként ő megy valamban beszélgetni. És ugyan ő végzi a több munkát, de minden ilyen beszélgetés rendben ő maga helyett. Hát szerintem ez összefügg azzal is, hogy a lányokkal kapcsolatban milyen társadalmi szerepelvárások vannak, milyen a társadalmi nemünkkel kapcsolatban milyen sztereotípiáknak kell megfelelni, hogyan kell a lányoknak viselkedni a óvodában, bölcsődében, milyen játékokat preferálnak, milyen ruhához jutsz hozzá egy boltban, milyen viselkedés mintákat várnak el egy kislánytól, mit néznek el egy kisfiúnak. Szóval ennek van egy ilyen nagyon erős társadalmi beágyazottsága, amin azt gondolom, hogy ki a segítő, ki ezt kiérzékenyebb ezekre a dolgokra, és hogy ennek de van. De maga szerint tartunk, tehát hogy ugye régen háztartást vezettünk, most már autót vezetünk, és kamion. Halleluja! Nem, szerintem ezek jelen pillanatban is nagyon-nagyon erősen benne vannak. Én nekem van egy ilyen tapasztalásom, igen, de lehet, hogy én ebben kapok tojást vagyok, de nem gondolnám, hogy én kapok tojást vagyok. Igen, erre csak ráerősíteni tudnék, hogy abszolút nem vagyunk túl azon, hogy a fiúknak és a lányoknak más legyen a szocializációja, de ugye a felnövekedésünk folyamán még mindig más elvárásokkal találkozunk, és a lányoktól még mindig abszolút egy elvárás az empátia, a kedvesség és a gondoskodásra irányuló viselkedés, és a fiúktól pedig ez nem elvárás általában. Persze vannak olyan családok, akik már nagyon tudatosan érkeznek nevelni a gyerekeket ebben a tekintetben, de aztán, amikor így már nem a család a kizárólagos és elsődleges inger forrás, hanem elkezdenek közösségben is szocializálódni a gyerekek, akkor látják ezeket a mintázatokat. Szerintem ennek egyébként van egy ilyen kiegészítő vagy másik oldala, ami az, hogy én azt hiszem, hogy kapcsolódni az elnyomás érzéséhez, vagy a kiszolgáltatottság érzéséhez sokkal könnyebb akkor, hogyha az ember magának is van saját, ahhoz hasonlítható élménye. És nagyobb esély van rá, hogy egy lány ilyen élményeket megéljen, így a felnövekedése folyamán, mint egy fiú nem feltétlenül fogja megélni, és egyébként azt is látom, hogy sokszor amúgy azok a férfiak, akik ezek a gondoskodó szakmákban belejönnek, vagy a civil szervezeti életbe, nekik is van valamiféle olyan hátrányuk, aminek kapcsán megéltek valamilyen olyan kiszolgáltatottságot, ami megkönnyít nekik a kapcsolódást azokhoz az emberekhez, akik megsegíteni így szeretnének. És még amit még gyorsan kiemelnék, két dolog. Az egyik az, hogy én nagyon nem szeretem, hogyha a feministát ilyen szitokszóként használjuk, mert én most itt többször is elhozott ilyen apologetizmus, hogy nem vagyunk egy feminista szervezet. Milyen feminista szervezet vagyunk például, ez egy egyáltalán nem az dolog, azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha egyenlőség lenne a nők meg a férfiak között, és egyébként a patentben lehet aktivistán fiúként vagy férfiként is, például a fiatalokat célzó erőszak megelőző, meg szexuális edukációs projektjében. Nem itt, hogyha olyan nagyon sok fiú jelentkezne egyébként, de azért néhányan vannak. De hogy így többször is azt szoktuk látni, hogy általában, hogy egy fiú bekerül, vagy férfi ezekbe
a szervezetünkbe, akkor nagyon gyorsan vezető szerepre teszett, és hogyha így azt nézzük, hogy persze vannak kivételek, főleg akkor, hogyha csak nőkből áll a szervezet, de hogy nagyon gyakran az szokott lenni, hogy így a vezetői irányba csatornázolnak, ez nyilván amiatt is van, mert egy csomó nő viszont nem szeretne vezető szerepet, hanem inkább ilyen horizontálisabb szerepeket szeret felvállalni, vagy közvetlen segítői szerepet, de úgy szerintem ez is van, hogy így csatornázódnak fölfelé, még ebben a közegben is a férfiak. Akkor nem ennyi a válasz, hogy empatikusabbak vagyunk, és pont, mert én ilyen teljesen egyszerűen mondtam ezt. Én azt gondolom, hogy ennek köze van a láthatatlan munkához is, ami az anyaság kapcsán már nagyon ismert kifejezésnek számít, és úgy azt gondolom, hogy ma Magyarországon női cigőként dolgozni, főleg nőügyek kapcsán, ez nagyon-nagyon hasonló élmény. Ugye nem azért kérünk, mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert ez egy nagyon alulfinanszírozott terület ma itthon. És ugyanúgy ez jelenik meg, mint az anyaság kapcsán, hogyha nem segítek, akkor van baj, akkor ordítás van, akkor nincs tiszta ruha, akkor mindenki éhes. De ha segítek, akkor mindenki ördülékenyen megy, és senki nem veszi észre, hogy én egyáltalán tudtam azért valamit is. Az EMA Egyesületnél például kifejezetten cél, hogy csak nőket találjunk meg, mert az Egyesületünk tagjai között van pár férfi, de az EMA vonalon, ami egy ingyenesen nyitható zöld számanyák számára, itt sorstárs anyasegítők várják a hívásokat minden hétköznap, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy egyszerűen olyan női köröket hozzunk létre, ami egyszerre fizikailag is érzelmileg is biztonságos a nők számára, és hogy ebben a kapcsolódásban ne a verseny is domináljon, hanem egy olyan történeteket validáló tér, ahol mindenki megtalálhatja a saját erejét, és ez igenis egy női erő, amit sokszor a férfiak, akár a patriarchális berendezkedés miatt hajlamosaknak kérdőjelezni. És milyen lehet, hogy azért ezt nem fogod tudni, meg de lehet, hogy mindenki meg tudja válaszolni, hogy milyen ma anyának lenni és dolgozni egyedülben, tehát hogy ezek a társadalmi. Igen, de most nem a segítő szakmában, és nem a civil szakmában, tehát hogy gyakorlatilag nem ebben a szférában, hanem általában. Tehát hogy hogyan tudjuk ezt egyetlen abszolválni? Azt látom, hogy én nagyon nehezen, de nekem már tök nagyok a gyerekeim, és önállatóak, de nagyon bonyolultnak tűnik az, hogy egy munkáltató milyen szinten tolerálja azt, hogy beteg, szaladni kell 8 órát, egyáltalán nem lehet dolgozni, sehol sem. És hogy ott látni a bentet, hogy egyáltalán kellenek a... Most tényleg ez a fejemben, hogy lehet, hogy azért, hogy ilyen sokan ellenesek a szakmában, talán, nem tudom, mert hogy az ilyen átlagos foglalkozások azok kevésbé elérhetőek számunkra, vagy nehezebben. Az egy kicsit másnak kaptam, hogy majd a korra is visszatérünk. A BMSZ-re egy nőbarát munkahelyet tagom, és én például ezt szavaztam. Mert hogy nekem sokat segít, hogy az anyasággal összeegyeztessem a munkámat, de én ilyen irodai dolgozó vagyok, tehát könnyű, mert én tudok home office-ban dolgozni, ha ilyen megyek korábban, akkor nem azt mondok, hogy a melegedő ember nélkül. Szóval, hogy szerintem ez történik manapság, hogy arra gondoltam, hogy előlem, hogy én nem ilyen tapasztalat, aki menedzser tudjátéket. És akkor én nem tudok dolgozni, és arra koncentrálni, és akkor nem ez lenne, hogy a táborokat befizetni, kinek mit kell berakni a zenéjébe, ki ilyen mikor kell elmenni, szóval szerintem ez tök nehéz. Ez a lelátatlan. Megszólítottál, de nem muszáj. Igen, azt mondom, hogy vajon miért szólítottál meg? Baromi nehéz. Én vezető funkcióban vagyok a szervezetünknél, és nagyon-nagyon kell balanszíroznom az idővel. A kollégáimnak egy jelentős része ügyeleti rendszerben dolgozik, ami azt jelenti, hogy az egyik házunk az 24 órás üzemben, a másik meg egy éjjeli menedéke, és mindenkinek meg kell szervezni a család életét, hogy ez menjen. Mi toleránsak vagyunk nagyon, hogyha beteg a gyerek, vagy valami helyzet van, amit meg kell oldani, tehát ezeket így figyelembe veszünk. De az, amiről a Buró mesélt, az így az egész szakmánkon túlmutat, ez a láthatatlan munka, mert hogy abban szerintem elég jelentős változásnak kéne lenni. Egyrészt, hogy ez elismerődjön, hogy ez van, ez létezik, és hogy ez egy családi sztorinak kellene lenni, és ez nem a női dolga feltétlenül, hanem ez egy közös családi ügy, hogy ki mit vállal ebből.
És szerintem a munkáltatónak is kell ezzel számolni, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogyha valaki érkezett el. Én most ott van egy olyan pozitív gondolatot veletek megosztani. Szerintem amúgy ez gyönyörű, ahogyan az ilyen civil szervezeti, meg nőszervezeti szférában az anyaság megjelenik. Szóval, hogy nem legendes például, van egy kollégám, sem fogom megnevezni, nem tudom, mennyire szeretné ezt a történetet terjeszteni, de hogy ilyen legenda például a szervezetben, mert hogy ilyen mi érdeképviseletet is végzünk, ami azt jelenti, hogy például jogszabályokat véleményezünk, vagy ilyesmi, és hogy minisztérium munkacsoportülésekre ment be szoktatva, a gyerek a tárgyalóasztalon húszott, és hogy ez egy ilyen politikai állásfoglalás is volt a részünkről, hogy mi úgy megyünk el, nem fogjuk eltakarni azt, hogy vannak munkatársaink, akik közben gondoskodnak, és gyerekeik is vannak. Meg én emlékszem, hogy először csatlakoztam az egyesületeknek a munkájába, akkor éppen úgy volt, hogy többeknek is ilyen nagyon sok 0 és 4 éves közötti gyereke volt, és akkor folyton ott így szaladgáltak, hogy így voltak a gyerekek, és ez egy természetes dolognak volt tekintve, és én azt hiszem, hogy ez valami, ami a forgrafik szférában nem annyira van, és valami, ami az előnye annak, hogy ebben vagyunk, igen, nem keresünk annyit, de hogy nem kell eltakarnunk azt, hogy sokféle az életünk, és nem kell eljátszani ezt a leválasztást, amit nagyon sokszor amúgy el szoktak várni önöktől. Úgy azt mondtad, hogy nem kell eltakarni, hogy sokféle az életünk, mert én ezt egy számtalan élethelyzetben megéltem, hogy hát én inkább akkor nem mondom, hogy nekem hova kell mennem, és inkább hallgatom, és lehet, hogy akkor így jobb fejnek fogok tűnni. És aztán pedig hát hogy nem kell, hogy ezt lehessen elvállalni, igen, abszolút. Ehhez kapcsolódnék, hogy olyan jól lenne egy olyan helyen élni, ahol azt mondja, hogy a mellett anya vagyok, az arra büszke lehetnék, az büszkeséget jelenteni, és nem egy ilyen szégyelt, vagy egy titkolt, amit így ide-oda kell tologatnom, és hogy az EMA egyesületi jellemző, hogy nagyon sokan kétesünk, akik a vonalon dolgoznak. Talán ezt az EMA vonalon sokan. Bocsánat, csak nagyon sokan pont az anyára vállás ideje alatt kapcsolódnak hozzánk, mert a saját élményeik kapcsán akkor értik azt, hogy szükségük van egy ilyen közösségre. Szépen. Azért értem, Tavia, mert a következő témát lehet, hogy ki fog szaladni a világból, és megnézem, kik ülnek éppen az intim higiénia és az intim betétom, amit úgy gondoltam, hogy mindenkor bedobok egy női témát, és aki nem értem, van közöttünk a zöldövezet, tehát hogy igen, egy kicsit kaputajácsnak tűnik, de nagyon sokat beszélgettem Pankával, mint itt a beszélgetés előtt arról, hogy az egy dolog, hogy környezetvédelmi szempontból tök fontos, amit csinálunk, és ez az egész projekt, hogyha egy kicsit elmondaná egy lényeg, de egyébként nagyon jól kapcsolódik ahhoz is, hogy a nézszegénységben élők, a hajléktalanságban élők, és egyébként akik rászorulók, ők hogyan tudnak hozzájutni majd olyan luxusnak számító termékhez, ami egyébként hosszú távon egyáltalán nem az, és ezt inkább jelentek megoldást számítani. Most te itt az újra használható termékekről beszélsz, de hozzátenném, hogy az egyszer használatos menstruációs termékek is luxus termékek Magyarországon. És például Katalóniában most törölték el az egész adót róla, tehát nincsen adó egy ilyen terméken. Magyarországon ugyanúgy 27%-os adó van, ami szerintem egyedülálló Európában, hogy ekkora az adó rajta. De mi egy környezetvédelmi egyesület vagyunk, tehát az újrahasználható termékeket preferáljuk, és 3 éve benne vagyunk egy ilyen nemzetközi összefogásban, ahol 15 ország szerepel benne, és a menstruációs szegénységről és a menstruációs termékekről is szó van. De itt az újrahasználható termékeknek nem csak környezetvédelmi előnyei vannak, hanem gazdasági is, és egészségügyi is. Tehát nagyon érdekes, hogy csináltunk egy gyűjtést Ukrajnának, a libidi nőknek, ott nincsen háború. Egy ukrán partnerünkkel fogtunk össze, megkérdeztük, hogyan tudnánk segíteni neki, és ők velük megegyezve elkezdtük ezt az újrahasználható termékek gyűjtését, amiben egyébként a Bike Mafia iszonyat nagy segítséget nyújtott, ők is, vagy ti is hozzájárultatok ehhez, és több mint 50 nőnek tudtunk gyűjteni termékeket. A lakosság elég
szkeptikus volt először, hiszen miért gyűjtünk újra használható termékeket, amiket mosni kell, stb. Háborús helyre. Itt az a helyzet, hogy itt konkrétan ebben a városban még nincsen háború, tehát van áram és víz, illetve viszont a nők nem tudnak hozzájutni ezekhez a termékekhez, az egyszerre használatos termékekhez, mert nincsen a boltban, nem egy prioritás termék, illetve nagyon sokan elveszítették a munkájukat, tehát nem tudják megvenni. Viszont megkaptak egy ilyen terméket, amit akár 10 éven keresztül is használnak, és nincsenek kiszolgáltatva egy olyan szituációnak, hogy nincs a boltban, vagy nincs pénzük rám. Szóval érdekes, hogy lehet, hogy ők egyébként ehhez nem nyúltak volna, de most egy hosszú távú segítség lehet neki. És mivel elég gyors került a kampány, most a többi, a horvátok is elkezdték a gyűjtést, stb., de el kellett indítani egy ilyen gyűjtést, illetve nagyon jó szemléletformálás itthon is, mert hogy ez egy tabu téma, a menstruáció. Szeretnénk egy ilyen edukációs programot indítani középiskolákban és egyetemeken, ahol ezekről a termékekről is szó van, meg önmagáról a menstruációról, hogy mi ez, nem kell szégyennek, teljesen normális, ami a szervezetedben működik, a hormonváltozás. Ezt nem mi tartanánk, mivel nem mi környezetmérnökök vagyunk, hanem bevonnánk partnereket is. De nagyon fontos, hogy ennek a témának a tabusítását legyőzzük, mert több helyen próbáltuk elindítani ezt a pályázatokat, adtunk be, stb. És az emberek nem tudnak ezzel azonosulni, nem akarnak róla beszélni, kellemetlen a social médiában, szóval nagyon érdekes, de az a szerencse, hogy mindannyiunkat a szervezetben, ez nem demotivált, hanem azt mondtuk, hogy ja, hogyha ez így van, akkor ezt mindenki csináljuk meg, mert ez borzasztó, hogy kislányok szégyellik a legtermészetesebb folyamatot. Szóval ez a célunk, és ezt fogjuk indítani, illetve napi edukációs prezentációkat tartunk most már nagyobb cégeknek, ami szintén egy-ketten már nyitottak rá, de volt olyan múlti, aki nagyon-nagyon tetszett a női vezetőnek, és mondta, hogy ők ezt szeretnék, ez nagyon szuper, majd feljavítta, hogy legyen egy ilyen előadás, ami napon, és érdekes módon azóta nem jelentkeztek, szóval nem tudjuk, hol adtak el, de nem gondolom, hogy ez jó, és nem tudjuk változtatni. Köszönöm szépen, hogy elmondani, azért látok, hogy kapcsolatban ezt a műtőgyászati rendelés a témátok között is, hogy egyébként hosszú távon az edukációban van nyilván a megoldás, tehát hogy folyamatosan kell hangoztatni minden ilyen napos ügyet és projektet, és akkor nekem erről csak az jutott eszembe, hogy minket keresnek meg, szerintem nem ti voltatok, hanem egy másik szervezet, hogy valamilyen együttműködés, nincsen, nem működik még a rendelő, úgyhogy egyedül türelmet kértünk, de az első reakció az az volt, hogy hát nem, hogy hagyjék fel a nőknek, tehát hogy sokaknak olyan higiénés körülmények között élnek, hogy ezeket a dolgokat nehéz megtárolni és újra használni. De aztán közben az is eszembe jutott, hogy nagyon sokféle helyzetben vannak hajléktalan nők, vannak olyanok, akik a családok átmegy otthonában élnek, ahol saját lakásban élnek saját mosógépek. Nyilván vannak olyan helyzetű nők, akiknek van mosógépe, illetve akik napközben is akkor mennek el vécére, amikor akarnak, és vannak mások, akiknek meg sorban kell állni, ha egyáltalán találnak nyilvános vécét, tehát akiknek nagyon sokkal kevésbé könnyű bármilyen eszközt használni. Egy utolsó kérdésem van, és kicsit át is vezetném a következő kerekasztal témájához, hogy van-e nálatok bárhol, bárkinél olyan program, amiről szívesen beszélnem, így egy kicsit nem is az edukáció felé, hanem a mentális egészség, a lelki egészség felé hajlik, tehát hogy most aktuálisan valahol van-e olyan dolog, amiről szívesen beszélnék, és egy kicsit így megosztanátok velünk, hogy ennek van eredménye, vagy hol tart, ezt nagyon megköszönöm. Ha kezdhetem én, akkor mi rendszeresen tartunk Emma műhelyeket, amik csoportos foglalkozások nők számára, általában ezek tematikus foglalkozások, ahol 2-3 óra alatt egy adott témát beszélünk át, olyan biztonságos környezetben, ahol megszületnek ezek a műjelé történetek.
ebben most behoztunk egy ilyen kísérleti jelleget, és nagyon sok ötletünk van arra, hogy hogyan lehet módszertanulni, színesebbé tenni ezeket az alkalmakat, és az egyik ilyen módszer az a metamorfózis meseterápiás módszer, és most nemrég volt egy ilyen kísérleti alkalmunk a Gyurádi Házban, a programsorozaton keresztül is nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy egy célunk, hogy a jövőben is tartsunk ilyen foglalkozásokat, és tényleg el az nézze holnapunkat, igen. Tegnap Ancsával voltunk egy közös konferencián, és onnan hozom, amit ott hallottam. A Dózsa György út épületünk az egy nagyon nagy, hajléktalan ellátó konglomerátum. Van benne 180 fős átmeneti szálló és 120 fős éjjeli menedékhely. Körülbelül 200 nő alszik ott bent minden éjszaka. És ott a munkatársak létrehoztak egy desszert klubnak hívott, kimondottan női klubot, ami havonta egyszer találkozik. És a csoportra járó ez egy nyitott klub, aki oda akar menni, az elmondhatja, hogy ők milyen témák érdeklik. És hívnak valami híresebb előadót, beszélgető társat, hogyha az sikerül, és legutóbb ilyen találkozót mesél, de egy gerincszerep alóta érkezett, aki meg is masszírozta a hölgyeket, illetve megmutatta, hogy mire kell figyelni, hogyan tartsák magukat, meg hogyan lehetünk a hátfájást csökkenteni, de hogy ami ennek ilyen mentálhigiénés belejárója, hogy utána a nők, akik egyébként sokat ellenségeskednek egymással és sokszor beszegszenek, hogyha a folyosón szembe jött a másik, akkor ilyen cinkos összekacsintások vannak a klubtagok között, hogy látom, te is a fejedben tartod a lufit, megint megnézik, hogy mennyire feszült egymás háta. Tehát, hogy sikerült egy olyan ilyen közösségi élményt elindítani, hogy ugyan nem kimondotta, az mély mentálhigiénés és beszélgetések vannak a terápiás munka zajlik, de mégiscsak építi az erős a közösséget. Megpróbálom nagyon rövidre fogni, de ugye most egy picit a nani és kalapomat is magamra veszem, ugye a naninak a fő tevékenysége az az, hogy ilyen lelki segít magának üzemeltet, erőszakban érintett nők, lányok számára, és egy ideje csinál úgynevezett erőcsoportokat is, amik ilyen önsegítő, valamennyire facilitált, de alapvetően hasonló tapasztalásokon átesett nőknek ilyen közös segítő csoport, és ez amiben én elképesztően nagy erőt látok egyébként, az ez, amikor nők összejönnek, és egy közösségben megosztják egymással a tapasztalásaikat. Ez egyébként erőszak szempontból azért nagyon fontos, mert iszonyúan megtanuljuk az áldozathibáztatást, és akkor is, hogyha a nő maga válik áldozattá, az önhibáztatást. Sokkal nehezebb úgy az önhibáztatást fenntartani, hogyha az ember azt hallja a mellette ülőtől, vagy az amellett ülőtől, vagy az amellett ülőtől is, hogy vele pontosan ugyanaz megtörtént, vagy nagyon hasonló forgatókönyv megtörtént. Tehát itt akkor valami strukturális dolog kell, hogy legyen a háttérben, mert nem lehet, hogy épp úgy alakult, hogy én is hülye vagyok, a mellette ülő is hülye, meg ő is hülye, és sokkal könnyebb felismerni azt, hogy valószínűleg nem mi vagyunk a hibásak, hogyha valaki más szájából ugyanazt a dolgot halljuk. És amúgy ezt egy csomószor csinálok ilyen, újabban ilyen úgynevezett lázadó lányok táborát is, tínédzser lányoknak. Most nyáron is lesz. Figyeljétek az oldalainkat, hogyha van tini lány ismerős, Pécsett is lesz, meg Budapesten is. És ott is ilyen elképesztő jó látni azt, hogy a tínédzser lányok egymással kapcsolódnak, és megosztják egymással, akár a testképzavarral kapcsolatos, vagy zaklatással kapcsolatos, vagy egyéb ilyen témákkal kapcsolatos élményeket, és egymást tudják erősíteni, valamennyi keretet kell ehhez adni, hogy alapvetően már pusztán a nők egymással való kapcsolódásának a lehetősége is egy ilyen megerősítő, felszabadító és ilyen lelkileg gyógyító dolog. Úgyhogy ez... Én is gondolom, egymástól sokkal jobban és közvetlenül elfogadják a mindenféle tanácsokat és az együttműködéseket is, amelyeket így felül arra megmondanának. Igen, az nekünk nagyon fontos egyébként, különösen a gyerekekkel való munka folyamán, hogy meg mindenkivel, szóval hogy ez ne egy ilyen hierarchizált dolog legyen, ez egy ilyen alapelve egyébként a feminista nőszervezeteknek, hogy a segítő-segítetti viszony az nem egy hierarchia, nyilván valamennyire elkerülhetetlen, hogy az legyen, de hogy amennyire lehet redukálni az ebben levő hierarchiát, annyira próbáljuk, és inkább élethelyzetként tekintünk erre. Tehát, hogy ugyanúgy nagyon sokan egyébként, akik ebben a témában vannak, maguk is érintettek voltak egy ponton, és akkor épp ők szóltak segítségre az akkori élethelyzetükből fakadólag, most meg vannak erősödve, most vannak abban a helyzetben, hogy ők tudjanak másnak így kinyújtani a kezüket, de hogy alapvetően az az elképzelésünk, hogy ez nem egy ilyen, nem az ember írja le, vagy nem arról szól, hogy ő így kevesebb lenne, hanem ő most egy olyan helyzetben van, hogy így.
Nagyon köszönöm nektek, én most egy csomó mindent megtanultam, többek között, hogy a feminista nem egy szitok szó, tehát hogy ezt nem így használjuk, azt is, hogy az intim higiéniáról kell és lehet, sőt fontos beszélni, illetve azt is, hogy a segítő szakmában férfiak is vannak, és nagyon érzékenyek és empatikusak, és ez nem csak a kiváltságunk, hogy mi nagyon empatikusak vagyunk, hanem számtalan más férfi nő mindenki is képes nagyon érzékenyé válni. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek, hogyha van kedvetek, maradjatok még. Most egy kicsit nem tudom, hogy a kollégáim látnak-e vagy hallanak, és ajándékot még átadnánk nektek, hogy megköszönjük a Bajfok fel nevében, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert kívánok!